Tisztelt Országgyűlés, tisztelt képviselőtársak! A 2022. évi országgyűlési választást önök nyerték, a Fidesz nyerte. Hatalmas frakcióval, kétharmados parlamenti többséggel bírnak önök. Tény az is, hogy sok kritikával illethető a magyar választási rendszer, és mi momentumos képviselők egyébként transzparensen ezeket a kritikáinkat el is mondtuk az elmúlt években, de végig elfogadtuk a magyar polgárok döntését. Önök nyertek, Orbán Viktor nagy hal a kis vízben. Semmiképp nem keszeg. Ugyanakkor a Fidesz európai parlamenti képviselői inkább mondhatók sneciknek. Tucatnyi független politikus a 700-nál is több fős plenáris ülésen Brüsszelben. A kizárás előtti másodpercekben ugrottak ki önök a néppárti frakcióból, tulajdonképpen a senki földjére. Szavuk halk, és szavazatuk ennél fogva lényegtelen az Európai Parlamentben. Erre önök beterjesztenek egy határozati javaslatot a magyar parlamentben, hogy szüntessék meg az Európai Parlamentet. Az egyetlen demokratikusan választott uniós intézményt, ahol önök nem elég erősek. Oda is a nemzeti parlamentek delegáljanak képviselőket. Hát mi történt Orbán Viktorral, kedves fideszes képviselőtársaim, a nagy sportemberrel, aki a versenyben szeret győzni? Mi ez a nyavajgás, amit az önök határozati javaslatából ki lehet hallani? Miért nem hozzák össze a régóta tervezett Európa ellenes frakciót? Ja, azért, mert a szövetségeseik, az olaszok és a lengyelek is érzik, hogy a Fidesz egyre kellemetlenebb és mérgezőbb? Miért nem támaszkodnak a V4-es szövetségeseikre? Ja, azért, mert már ők is elfordultak a Fidesztől. Ez a határozati javaslat, tisztelt képviselőtársaim, kellemetlen, kínos és káros, és ezért nem fogjuk megszavazni. A következők miatt sem lehet ezt a Momentum frakciónak megszavaznia. Önök elítélik a konferencia Európa jövőjéről programsorozatot. Önök szerint annak keretében nem alakult ki demokratikus párbeszéd. Én örülök annak, hogy 12 év után is megőrizték a humorukat. Nyilván a térdüket csapkodták, amikor a kétharmados erő politika és a rendeleti kormányzás mellett hiányolják az egyeztetést és a párbeszédet Magyarországon. Az olyan, mintha Németh Szilárd a salátát hiányolná itt a parlamenti büfében. Aztán törölni akarják az egyre szorosabb egység célkitűzést, mondván az integráció nem öncél, hanem eszköz. Egyrészt két pandémiás év után a jelenleg zajló ukrajnai háború mellett önök miben bíznak? Nézzenek rá a tegnapi 404 forintos euróra, nézzenek rá az árakra, és mondják, hogy mi ezt sokkal jobban meg tudjuk oldani az EU nélkül. Menjenek el egy magyar kórházba, és utána mondják, hogy túl európai Magyarország, ideje lenne visszavenni. Tisztelt képviselőtársaim, a szorosabb integráció az olyannyira nem a probléma, hogy sok esetben maga a megoldás. A klímaváltozást, az egészségügyi vagy a gazdasági kihívásokat, a közös uniós érdekérvényesítést a globális versenytársainkkal szemben, csak is a szorosabb együttműködésen keresztül tudjuk elérni. Aki ezt 2022-ben nem érti, az nem érti a jelen és nem érti a jövő kihívásait sem. Aztán a szerződésekben egyértelműen rögzíteni kell, írják az Európai Bizottság politikai és ideológiai semlegességét. Rögzítve van. Azt nem fogják beleírni, hogy mindig Orbán Viktornak legyen igaza. Arra ott vannak önök fideszes képviselők, meg ott vannak a péntek reggeli Kossuth rádiós interjúk. Aztán javasolják, hogy a családok támogatásának a szerződésekben uniós célkitűzésként kell megjelennie. Egyetértünk önökkel, csak a különbség az, hogy mi nem ugyanazt értjük család alatt. Önöknél például nem család az, ahol az anya nő, az apa lelépett, ott hagyva a gyerekeket. Nem család önöknél az sem, ha egy azonos nemű pár nagy szeretetben neveli akár valamelyikük vér szerinti gyermekét.
Mi valóban szeretnénk támogatni a családokat, de az összeset. Önök, a családok egy részét csak. Én egyébként mindig tartózkodtam egy bizonyos ügyet itt a magyar parlamentben, vagy akár a nyilvánosságban felemlíteni. Most itt csak annyit jegyeznék meg, hogy szerintem pont Brüsszel belvárosában ki fogják önöket nevetni akkor, hogyha hagyományos családmodell képviselőiként tetszelegnek. Továbbá, védelemben kell részesíteni az Európai Unió területén élő őshonos nemzeti kisebbségeket, és támogatást kell biztosítani számukra. Igen. Teljesen egyetértünk önökkel, Trianon tragédiája okán felelősséggel tartozunk a határon túl élő, kisebbségbe szorult magyar honfitársainkért, és igen, a magyarországi kisebbségekért is. Amikor viszont azt követelik, hogy szerződéses szinten kell garantálni minden nép jogát arra, hogy eldönthesse, kivel akar együtt élni a hazájában, akkor felmerül bennünk a kérdés, hogy önök biztosak abban, hogy ez majd segíteni fog a más országban élő magyar honfitársainknak? Önök felkészültek arra, hogy milyen döntéseket lehet ez alapján meghozni, mondjuk Németországban, vagy Hollandiában, nehogy Isten Ausztriában? Aztán önök meg akarják tiltani az uniós hitelfelvételt, ami azért is abszurd, mert az uniós hitelnek mindig AAA, vagyis AAA plusz a minősítése, hisz nagyon alacsony kockázatú. Önök ezzel szemben a mi gyermekeink jövőjét zálogosítják el a drága piaci hitelfelvételeikkel. Végül pedig azt mondják, hogy közös európai hadsereget kell felállítani. Ez nagyon helyes, ezt mi is így gondoljuk. Kérjék meg brüsszeli képviselőiket, hogy legközelebb ne szavazzanak ellene. Tisztelt Országgyűlés! A Fidesz határozati javaslata nem olyan európai és nem olyan magyar jövőről szól, amelyet mi, a Momentum frakció támogatni tudna. Ez a szöveg kicsinyes, ez a szöveg korlátolt és kirekesztő, és nem gondol a holnap utára. Ha csak fele annyi energiát fordítanának az uniós pénzek hazahozatalába, mint amennyit az Európai Unió felesleges provokálásába fektetnek, akkor ma Magyarországon nem kellene 2000 milliárd forintos megszorítást kivetni a magyar emberekre, hanem lenne 2500 milliárd forintnyi uniós pénzünk itt Magyarországon. Csalódás számunkra, hogy csak ennyire voltak képesek, és feladat számunkra az is, hogy egy jobb ajánlatot tegyünk az országnak és Európának. Ezért nem szavazzuk meg a javaslatot. Köszönöm szépen a figyelmet!